Kácsomi csőtészta, sziasztok gyerekek, üdv a csatornánk, éppen jelentkezik a következő My Summer Car folytatással. Vágjunk is bele a lecsóba, és ez a rész, ez nem lesz más, hanem ugye én leginkább ilyen underground stílusban, meg ilyen különböző indie játékokkal játszom, viszont az a nagy probléma, hogy sokszor ezek a, pont ezek az indie játékok, ugye a készítők nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy optimalizálják a dolgokat, és emiatt emiatt pont az ilyen indie játékok, amik szarul szoktak futni. Komolyan. Sokszor egy GTA 5 jobban fut, jó tudom, az egy régi játék, de most egy értitek, hogy egy AAA jobban fut, mint egy indie játék, mert ugye nagyon nem foglalkozik vele a készítő, hogy optimalizáljon is. Ja, most elvileg 60 FPS-en, ki FPS-en kellene lennünk, nem tudom miért megy fel 66-ra, lehet, hogy szarul jelzi. Hán, örül neki a keeper, de nagyon, de tényleg ennek nagyon, úgy örülök. Olyan egy izé vagyok, surmó, mindig sajnáltam gépre, aztán most csere lett. Úgyhogy végre. Várj, higiénia, szomjúság, ezeket csináljuk meg gyorsi, izibe. Mi kell még? Köpnek a legyek, gyerekek, nincsen ilyen idő, és spraying nem vettünk? Hát ez egy őrület, hogy itten köpnek a legyek minket. De egyébként az érdekes, hogy ezek a legyek így köpnek. Nem tudom, remélem nem hangos a játék nagyon. Ja, ilyen tesztüzem van, meg örülök neki, hogy a mentés is megvan, mert ugye most új Windows, meg minden, új SSD, meg minden. Most, meg többek között végre kiszűrtem azt, hogy Winchester legyen a gépbe. Egyszerűen háttértárnak is csak SSD-t fogok használni, mert egyszer az, gyerekek, az SSD, az az egyik olyan dolog, amivel hány óra van? Reggel, vagy már, hogy este van? Szerintem este van, bassza. Este van, kiki nyugalomba, szomorúm bólogat az eper falombja. Zúg az ébogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, aztán elhallgat. Hát egy kis kultúrát is vittünk megint ebbe a csodálatos gameplaybe. Na, ja, örülök neki, hogy végre egy kicsit gyorsabban futnak. Nem jó, ez nem hiszem el, fingik egyet a karakterünk. Ja, mit kéne csinálnunk? Egyébként arra gondoltam, nem tudom, este van? Este van, igen. Neki kéne állnunk összerakni a motrot. A motrot. Tudom, hogy itt még lehetne. Jó, gyerekek, várjatok, egy kommentre kell reagálnom. Hát olyan aranyos volt az a komment, nem hagyhatom ki. Billanat. Kristóf H. Háromi Kristóf írta, ez tök aranyos volt, kb. 8 éve követem a csatornát, de még soha nem kommenteltem. Úgy érzem, most kelleni fog. A hátsó lengéscsupítónak alul két csavarja van, húzd meg mindkettőt. Eljutsz oda, hogy fékcsöveket, igen, írta még azt is, hogy lesznek itt még problémák. Köszönöm szépen egyébként a kommentet, én nagyon-nagyon nevettem rajta. Főleg ezt bírom, hogy 8 éve nézem a csatornát. Úgy érzem, hogy most kell, hogy írjak, meg ki fog szakadni, rohadt legészcsillapított keeper. Ja, meg írtátok, hogy menjek oda, használjam azt a izét, rohadt, vagy ezt mindig rakjam oda, ahol szerelek, ne az legyen basszus, hogy így ide-oda futkozok, mert ez egy rémálom, amit csinálok. De tök igazatok van, mert én is már kezdtem ideges lenni miatta. Srácok, kicsit rendet kellene rakni, rendrakás, azt tudjátok mi? Minden megy a földre. És arra gondoltam, hogy neki kéne venni, éjszaka tudnánk motorot szerelni, meg ha már nagyon elfáradunk, akkor tudunk aludni egyet, és akkor el tudunk menni. Egyébként ez is olyan jó, tudom, 68, de miért 68? 60-ra kéne izélni, fixálni, nem? Vagy én vagyok a hülye? Beállítottam valami vészinket, amivel akkor 60-ra be kell lőni, nem? Azt hiszem, hogy tudom én, a rosszabb tudja gyerekek. Hát csak nem 120 Hz-es monitorom van. Ezt nem akartam megnyitni, ezt hogy lehet odébb rakni, sehogy? Itt rohadt meg. Jó, ugye itt tudok villany kapcsolni, itt benne a motort tudom szerelni, akár éjszaka is. Jó. Gyerekek, most jön a lehele. Én ettől annyira félek, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Mivel kezdjem? Az aljával vagy a tetejével? Hát az aljával kéne, ugye? Alulról mennek be dugó-dugó-dugó-dugó-dugó-bugók. Azt nem mond, egyesével kell beraknom a dugókat, mert öngyi leszek. Jó, ha valamit kihagyok, akkor nagy baj van. Meg be se engedi rakni, nem? Akkor nem tudom, most ez mi? Miért nem engedi berakni? Jaj, már most izélek, izgulok. Várj, ez nem az alja. De az alja. De várja, honnan? Nem, ezért kéne beraknom ezt a főtengelyt, nem? Hol a főtengely? Gyerekek, már most ez... Na, retteltesen izgulok. Hol a főtengelyem? Where is főtengely? Ott a főtengely. Jó, van egy főtengelyünk. Oh, fuck yeah.
Gyerekek, de most ezt se engedélybe rakni. Mindjárt ügyi leszek. Kezdődik, figyeljetek, fölfogva. Alor itt akarta berakni. Az azért gratulálok magamnak. Figyelj, kellene nekem ilyen bizbaszok. Nem, várjál, ebben még csak három van. Ez. Most azt mondta, hogy elveszett. Nem. Várjál, álljál meg. Ez a forgattyús háznak a csapágy túloldal izé. Forgattyús... Miért nem? Várjál. Megleszünk ám ezzel! Pik pak! Hát ez egy csapás felé, ez... Nem, figyelj, hát ezt ide kéne pettintenem most. Hogy nem? Miért nem engedi ilyenkó? Júj! Gyerekek, elveszik egy ilyen kutya szaralkat részt, azt begyünk a izébe. Levesbe, ugye? Várj, gondolkozzunk! Hát de ezt kellene felraknom. Hát ugye ide kellene, hány helyen van csapágy? Három helyen van csapágy, az van kotla. Hát akkor azt ide kéne raknom. Így rakjam? Srácok. Várjátok, gyújtok egy villanyt. Itt olyan fényár szokott lenni, hogy... Meg... Ó, összenézzé. Na, még jó, hogy nincs árnyékunk. Elvileg, hát ennek kéne gyűnnie. Hogy ün is? Ó, Keeper nagyon tudja, csak néha egy kicsit olyan érdekesen vannak megcsinálva dolgok. Mit mondtatok, hogy messzebbről fogjam, meg ilyenek? Na várjál, köl a csavar kulcskészlet, és akkor ezt ide rakom, mert itt szerel a Keeper erre. Úgy, kinyissuk. Legyek köpnek minket, bocsász. Remélem, hogy egyébként a hang is jó, ugye most újra lett minden így. Este mindig rá fogok kattintani, akkor megőrülök. Na jó, talán nem. Csavarjuk be. Kettes gomb. Úgyi. Ezek jó pici csavarok lesznek. Ja, meg mondtátok, hogy nem a fejére akarjak nézni, hanem nézzek oda, ahol csavarodik. Ó, de jó vagytok. Ó, de jó. Hátsó lengéscsillapítót nem felejtette el. Ne aggódjatok. Három is rác. Azt írtam, ha Hámorinak olvastam, de három. Oké, oda nézzél, Keeper. Nagyon ott van a toppon. Figyeljetek, nem néztem semmi tutoriált róla. Esküszöm. Tényleg, fogalmas is, de erre szerintem így magatoktól is rá fogtok jönni. Oda, ott mi volt? Oda. Remélem, hogy minden egyének más savargya lesz. Várj. Egyébként ezt nem használom, ezt a zoomolást, pedig ez egy jó dolog. Jó, ezeket ugye berakjuk a főtengelyt. Akkor utána hajtókarokkal együtt van a dugattyú, hál' Isten. Azért még jó, hogy nem a csapszeget is nekem kell bepattintanom, meg a Zieger gyűrűket. Múltkor cseréltem izét. Ezt el kell mesélnem, lehet, hogy sokan nem tudjátok. Jó múltkor volt. Hol van az utolsó? Megvan? Jó múltkor ugye pont motoralkatrészekben nagyon otthon vagyok, mert múltkor a kocsinak, mint egy real valóságban, összekócolódtak a szelepei, meg minden így a motorban, mert vezérlés. Mentem fel egy emelkedő, ez eldugnant a vezérlés, ugye szépen egörbültek a szelepek, meg minden, úgyhogy... Hát megkérdeztem, mennyibe kerül, ugye az a baj, hogy nem is a motor, egy Daewoo Matizról van szó egyébként, nagyon Touring Verna, igen, tudom. Jó, közben csináljunk valamit. Megkérdeztem, többe került volna a munkadíj, mert a munkadíjsok nem is az alkatrész, mint az egész. Hol rakta be egy dugattyút, ott van egy dugattyú. Ezt a másik oldalról tudom bepattintani, meg kell fordítani konkrétan a motort? Biztos mi? Ez mondjuk gány, hogy így meg kell fordítanom. Dug be a dugattyú, de. Ott egy dugó! Dugó-bugó! Igen, aztán ugye saját magam fogtam a garázsba, szétdöntöttem az egészet, lehet, hogy volt róla is videó. Szétburítottam az egészet, levettem a hengerfejet, kiszedtem minden... Te, ez egy törött dugattyú. Mi ez? Vagy ez csak valami hiba? Mi az csak valami grafikus hiba? Mondom, mi a? Már olyan volt, mintha törött lett volna a dugattyú. Már ilyen rémeket látok. Ja, remélem, hogy a hang jó, azt akartam mondani, mert ugye most teljesen zsír Windows, és amiatt ugye mindent újra kellett konfigurálni, a felvevő programot, a hangokat, a mikrofont, a minden túrót. Úgyhogy remélem, hogy tényleg működik. Egyébként mondtátok, hogy messzebbről fogjam meg az alkatrészeket, és akkor sokkal jobb célozni. És köszönöm szépen ezt a csodálatos tanácsot, és jöhetnek mindig a tanácsok. Ez mi ekkora motor, izé? Turbósítani lehet, azt tudom, hogy valahogyan lehet. Na, egy pörgessük meg. Aztán kellenének. Dugó. De várjál, figyeld. Ne szórakozzál.
Ez itt van rajt, a hajtókarnak a másik az a, tudod. Ez tök jó, hát nem gondoltam volna egyébként, hogy ez így meg lehet oldani. Ez kisebb csóval. Egyébként így, hogy mellette van, azért így lehet szerelgetni. Tényleg egy kicsit ilyen feelingje van, mint hogyha otthon szerelné, nem? Ah, oda nézzé. Így. Lehúzzuk a csavarokat. Aztán utána ide, erre az oldalra már nem kell semmi, mert az olajtenknyő, ugye? Elég kotla ez a motor, le van rohadva, nem kellett volna ezt itt egy drót kell féznem, vagy valami csinálnom. Ja, meg mondtátok, hogy mire jó a centiméter. Egyébként köszönöm a kommentet. Tudom egyébként, hogy milyen az, amikor mondjuk legyen mondjuk 100 emberből egy, ha kommentel. Mert én is, amikor bambulom a videókat, hogyha nézek bármit, még ha tök érdekel, akkor is olyan lusta vagyok kommentelni, mint az állat. Úgy szoktam én általában, ugye ilyen tévén, Smart TV-n szoktam lesni ugye a dolgokat. Lehúztam minden csavart, ugye? Nem ám, hogy itt hullik a blokk menet közben majd. Hú, van az olajteknő? Te. Ott az olajteknő. Jaj. Nem hagyok ki semmit? Mondd, hogy nem. Smart TV-n szoktam nézni. Okos tévény. A dolgokat. Ott volt. És akkor ugye pont ott ugye nagyon nehéz kommentelni. Mert ilyen nagyon tényleg szar. És a gyerekek ez azt mutatok nehéz, hát ez úgy megy, mint az ágyba szorás a képernek. És ott meg tök szar kommentelni, és azt szoktam, hogy a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon muzáj, akkor kommentelek. De azt is akkor úgy, hogy előveszem a telefonom, és akkor ugye megnézem, melyik videó vagy, és akkor ott kommentelek. Itt szoktam, gondolom ti is valahogy hasonlóan, vagy nem tudom, gépről. Szerintem már egyre kevesebben nézik gépről a videókat legalábbis. Én abszolút nem szoktam, várja. Ezt a blokkot elbírja még, ugye? Ez meddig bírom el? Berakni azt tudom, hogy csak azzal lehet. Mármint az, hogy be kell lógatni, mert ugye csavarokat kell meghúzni. Az vágom. De hogy ezt meddig bírom, azt nem tudom, hogy nem kell felfüggeszteni rá. Szerintem nem kell, nem? Egybe is, lehet, hogy nem bírom el egy idő után. Akkor meg majd rácsúszok, akkor majd leszedünk róla valahogy gyerekek. Jó, húzzuk le. Te várjál, nem volt a vittés ennek? Hengerfajta vittés az ott van. Kormánykerék. Önindító, fék, munkahenger, vízpumpa? Az lesz, ugye? Karburátoros a verda? Jaj! És azt nézem, mi a tökömeg. Nem, itt a vízpumpa. Ez a vízpumpa, ugye? Akkor ez meg a vízpumpának a háza lesz, szerintem. Hát remélem, hogy önbeszélek hülyeséget. Ezt én időnek néztem, olaj. De lehet, hogy kormányszervó, vagy mi a pöcs ez? Kuplung? Kuplunk főenger, oh my god, itt van a brake. Cilinder. Cilinder gyerekek, igen. Ott meg a gyújtás elosztó. Jó, van itt minden. Itt van a vezérműtenge, itt a vezérműtengelynek a köreke, ugye? Ez lesz az. Kuplunk, tárcsa. Itt a vezérműszíjunk szerintem. Ez mi? Ez mi? Na ez nem tudom mi ez, bazza. Kinyomó szerkezet. Azt még nem szedtem szét egyébként a valóságban a kuplungot, úgyhogy lehet azért nem ismertem meg. Mondjuk jó lenne elhúzkodnám ezeket a csavarokat, ha már egyszer itt nekiálltam, nem? Olajleárasztő csavar? Nem mondod. Azt le kell, az izé ilyen lazán van benne, vagy micsoda? Ránézek, mert nehogy az legyen, hogy lehullon. Végigpróbálgatom valami csak nagyobb kucsokkal. Nehogy az tényleg az legyen, hogy így lepettyentjük. Jaj, de örülök egyébként az új gépnek, mindig, ja, azt akartam, hogy olyan shower módon álltam ehhez hozzá, a franc az vesz, aztán így, most hogy így megint szeretek így játszani, meg minden, ó, tényleg ez kell, jó, oké. Okay. Emiatt, így ugye szembesültem azzal, tényleg főleg, nagyon durva, hogy tényleg az indie játékok azok, van egy My Garage, az tényleg olyan, mint hogyha el lenne törve, de nincs el törve, hanem az ilyen szar. Nevű játék. És emiatt az basszus, az szarul fut, hallod. Pedig ilyen, szinte ilyen low poly grafikája van. Aztán annyira irritált engem ez, hogy nem fut normálisan, hogy egyszerűen amiatt, többek között amiatt döntöttem úgy. Hogy ez köl, na várjál már. Mit hagysz ki?
megvan minden. Hát akkor mi a tök van? Szelepek benne vannak ebben gyárilag? Ben van a szelep. Akkor miért nem megy az rá? Ja, rámegy. Jó, azért így meg kell gondolkodni. Oké. Okay. Ezt még elbírjuk. Jó, azt nézegetem ám, hogy elbírjuk-e ezt, meddig bírjuk-e. Na, azt még vannak itt. Szelepek benn vannak. Ezeket nem kell ugye sorrendbe húznom. Jó, gyerekek, azért egy... Tudjátok, mivel... Ja, szétkaptam a izét, a matiszt, dirib darabra. Így konkrétan szét volt borítva. Hát mindent így próbáltam fényképezni, de aztán nem eleget. Jó, ilyen voltam, mert nem fényképeztem eleget. Aztán a, még egy rohadt matiszba, hogy annyi cső, vízcső, meg vákumcső, meg mindenféle, fú, az annyi minden volt, hogy az őrület, tényleg annyit lehet vele szívni. És ugye, ja, most például, amikor ott tartottam, hogy a hangerfejed vissza kell rakni, meg kell nézni, ugye a nyomaték kulcsa kell lehúznod, meg van a lehúzási sorrend, ugye kétszer húzod le, meg először lehúzod X nyomatékkal, utána le kell húzni, meg ugye belülről kifele haladva, fú, egy csomó mindenre kell figyelni, mert ugye úgy el tudod cseszni a dolgokat, hogy mit tudom én, nem jó húzod le, akkor a henger fejtövítésnél fossa az olajat, meg a vizet, meg összefolyik, meg nagyon ízai, nagyon sokat kell. Na, egyébként, ja, összekócolódott nekem a szelepek, azokat kellett cserélnem, a dugattyúk nem, hál' Isten, de hát egyébként a szelepek cseréje se egyszerű, ugye le kell venned a hengerfejet, tényleg a szelephimbákat ugye kibuzerálnod, le a, fú, mindent, akkor a vezérlést ugye össze kell jelölnöd, hol volt. Ja, meg nem tudtam összejelölni a vezérlést, tehát elszakadt, azt is rá kell, utána kellett googlizni, hogy hogy kell lennie a vezérlésnek, meg minden, de az volt a durva, amikor összeraktam mindent. Mondom, én elindítom, ugye, hogyha rosszul rakod össze, akkor ugyanúgy összekócolódnak a szelepek, hogyha elindult, és pöcröf. Mondom, anyád, azért ez jó volt, és akkor úgy tudtam örülni neki, hát még én magam is meglepődtem rajta, hogy úristen, hát sikerült. Na, gyerekek, itt vannak a szelephimbák. Ja, ott van szelephimba, kis írta, lol, de jó. Viszont nekünk kellene egy, szerintem, és tudom, gondolkodik a gépen, hogy hova tökönben megy a vezérmű tengő. Ezt kihagytam? Nem hagytam ki. Jó, szelephimbák, oké. Okay. Álljunk meg egy ásonyomra? Hol van kimarva a helye? Hülye vagy, képe? Hol van, kellene neki lenni egy helynek? Hát hol jön ki a izé? Hol jön ki a vezérlés? Most egy kicsit meg vagyok lőve. Mindjárt megpróbáljuk. Lehet, hogy belerakja ő. Úgy gondolja, hogy jó lesz az. Aztán ha nem, akkor meg becumisztuk. Most jött az első fél. Szelephimba. De várja, baza. Ja, a szelephimba az ide megy. Most meg vagyok lőve. Ah, így. Oké. Okay. Mi a fasz? Ez körülbelül úgy néz ki, mint egy nyomórudas motor. Ez egy nyomórudas motor? Ez egy nyomórudas motor? Nem mondod, hogy ez egy nyomórudas motor. Ez egy nyomórudas motor! Ez egy nem egy felvezérelt motor? Ezt nem hiszlek el! Ez most komolyan mondja a játék, hogy ez egy nyomórudas motor és nem egy felülvezérelt? Azért mondom, hol van a kimarása izének? A vezérműtengelyek, és látom, hogy ott vannak a nyomórudak, basszus. Hát ez mi az az ócskaság, gyerekek? Hát megőrülök? Akkor, hogyha ez egy nyomórudas motor, akkor lessünk bele a balikba, az átmenőlik.
Ez egy átmenő lik lesz, akkor az lesz az. Ami már na. Ott lesz az izé, ott lesz a pütykös tengelynek eleje. Ette! És ezt hogy tudom belerakni? Beleengedi így pettinteni? Vagy honnan a tökömből kellene azt belerakni? Ó, gyerekek, hát ez nem gondoltam. Erre egyébként, na látjátok, hogy nem néztem semmi tutoriált róla, basszus. Az, baze, az. Az lesz a helye. Hát ez becsomisztuk, gyerekek. És ezt így bele sem tudom rakni szerintem, konkrétan. Hogyan tudnám, de ezt honnan tudod belerakni, basszus? Most én, fú gyerekek, nagyon meg vagyok lőve. De valami nem stimmel nekem most. Gyerekek, hogy olyan jót revettek rajta biztos, de most tényleg olyan szóljon hozzá, aki nem látta ennek az összerakását. Mert oké, utólag okos mindenki. Csak én ezt nem értem. Hát bazza, ott vannak a üzeik. A vezérlő, hát itt tuti, hogy ide kell. De ezt meg cseszik belerakni gyerekek, hogy ezt nekem nem kell úgy fordítanom elvileg. Lehet, hogy nem tetszik. Ah, ott van a. Mondtam én. Bazza, ez egy rohadt régi nyomórudas motor. Én meg kerestem a vezérműtengely helyét fönn. Dol. De durva, ez tök jó. Ez tök jó. De megoldottuk, megoldottuk, no problém. Figyeljetek, néha káromkodni kell legyen. Lehet, hogy rágyújtok egy bagerettára. Ó, jó, van stabil 60 plusz FPS, ez jó. Most nincs se semmi íző, mert néztem, hogy van ilyen mód, hogy ilyen FPS nevelés. Oké. Okay. Ja, az volt a gondom egyébként, a leginkább két gondom volt a régi gépen, mert még így el voltam vele, mert láttátok, hogy ugye eljátszogatok mindennel. Hát minden FS22, meg én ugye tényleg ilyen underground stílusba tolom. Ilyen indie játékok, meg FS, meg ilyenek, úgyhogy nem triplai mainstream-mel szoktam. Azt, na, azt akartam mondani, hogy ugye az volt a legnagyobb gond, hogy már a legnagyobb CPU volt az alaplapba, amit lehetett belerakni. Egyébként egy X6, AMD X6, fú, mi volt? 1100T. Ami egy ilyen böszmeritka processzor egyébként. Nem is Magyarországon tudtam hozzájutni, hanem valami eBay-ra rendeltem még annó, mert az nagyon ritka. Ugye az X4, X4 meg az X6-ok, azok voltak ilyen 965-ös, meg 955-ös, viszont a, még a 1090-es azok szoktak lenni, de ugye a 1100-as, az ilyen böszmeritka, az volt a legnagyobb. Az ilyen, mit tudom, ilyen annó még ilyen több százezres processzor volt, de rohadt régi. Szóval már megvettem azt, mivel toltam ki mindig ugye a határát, hogy meddig bírom a... Na, izény kell most már. De egyébként ilyen tömítések azok el van felejtve, hogy mit tudom én, szelepfelé tömítés, csak így rápattintod, azt Isten áldjon. Várjál, azt még nem húztam le a csavarokat, ugye? Közben itt beszélek mindenről, bocsánat. Ja, ez volt a gondom vele, hogy már nem tudtam nagyobb CPU-t rakni, meg ugye nem tudtam normális, ugye az M2-es SSD-k már nem voltak, ugye nem volt foglalata a alaplapon, meg ugye DDR3 volt még csak a RAM, azt ez volt a leginkább a problémám, hogy nem tudtam már tovább. De mi van? Ezen azt nem mondjad, hogy már mi van már. Jó. Nem tudtam tovább húzni. Nem tudtam tovább kihúzni ezzel az alaplappal, mert már a nyélen volt a CPU. Azt az volt a legnagyobb gondom, hogy kellett egy olyan deszka. Egyébként szasza haveromtól sikerült jó árosítani egy képet. Na, oké. Okay. Imádom, hogy végre izé van, nem 30 meg 40 FPS-sel futunk, hanem sokkal. Oké. Okay. Jó, ott van még egy sor, basszus. Ott áll ki, hallod? Azért elég hanyagultoló. Júj meg szelep, hízak beállítás, ugye az izébe a...
amatizom, meg minden, annyi mindent kellett csinálni, gyerekek, el nem tudjátok képzelni, hogy mit nem kell csinálni egy izébe, egy autómocskán, még egy ilyen, hát, szelep cserekor is, meg főleg, hogy annyira nem is csináltam, már mint ilyen motorhoz, én nem nagyon szoktam hozzá nyúlni, tudod. Úgyhogy azzal azért el lehetett így pöcsörészni. Ez is kisebb vagy nagyobb, hát a tök tudja, hallod. Ja, jó. Milyen kurtla ez a motor, nem lehet lefújni egy kicsit? Nagyszerű. Gyerekek, haladunk. Ja, mondtátok, hogy a múltkor voltam valami pajtátra rázumoltam, és ott volt a izé. Ott voltak a GT kerekek, fel tudom őket gumiztatni, majd azt megnézem. Csak annyi mindent kell ebbe a játékba csinálni, hogy így próbálom, hogy így az adja úristen. Mennyi minden cullangot rakjak föl? Igazából mindent föl kéne, és akkor nem kell semmit szerelem majd a, benne a kocsiba, ugye? Hol a váltó? Hol a váltó? Ja, ott van nem. De hol a váltó? A váltót is erre vigyeztem fel, vagy pedig ott csavarozom majd össze? Nem, azt nem tudja a kép. Nem lehet beröffenteni, csak egy padon. Motor. Kipufogó nélkül azok mindig olyan viccesek szoktak lenni, hogy ilyen videók, amikor főleg ilyen nagy rába motorokat, meg ilyeneket beröffentenek, meg olyan mozdony motorokat, tudjátok. Biztos láttatok olyan videót, nem? Beröffentik a ideken nagy motorokat. Meg akarom nézni. Minden hú meg van húzva, minden csavar. Annyit dumálok, és emiatt nem lesz. Ez a szívó oldal, ugye? Vagy egy oldalon van, egy oldalon van a szívó, meg a kipufogó oldal. What the fuck történik ezzel a motorra? Milyen motor ez, gyerekek? Nem ilyen keresztöblítéses, vagy mi a hát itt aztán a keeper az nagyon izai van, toppon van. A Corby Barbie az hova megy? Vagy mik vannak? Nézzük, már fogynak az alkatrészek, magnónk is van. Gangstát nem kapcsoltunk. Az mi a szarott föl, gyerekek? Ha? Karácsonyi fények! Nem hiszem el. Na, ja, a váltó is majd. Figyeljetek, nézzük át fölül, hogy mik vannak. Hát ezeket nem, szerintem beszerelni kell. Kábelkötek. Ja, én azt hittem, hogy ezt így is... Csak ilyen egyszerűen bekábelezem, hogy egybe van, és akkor nem kell. Úristen, kábelkötek. Hát ez mire gondol? Ez a gyújtás elosztó? Kábel téma, vagy mi? Itt van, nem, itt van a gyújtás. Elektronika. Itt van a izé. Gyújtótrafó, külön. Meg a izé, meg a kábelek. Györtyát azt vettük, Györtyát, gyerekek, azt is be kell majd hajtani. Na, itt van a leömlő. Jó. A leömlő. Jó, hát ez úgy látom, hogy ez nem egy keresztöblítéses motros, hanem ez egy ilyen, egy szuper világ lesz. Ide kell a karbi is. Kettő Weber-t fölcsattintunk, mi? Na, nézzük, milyen kucska. Az EU, ez az umolás, ez tetszik. Na, egész jó belejöttünk. Egyébként nagyon tetszik, amit csinálunk most. Adon a izé. Van egy akasztó. Elvileg azzal tudjuk majd felakasztani a dolgokat. Jó, élvezem. Most végre élvezem ezt a játékot, gyerekek. Komolyan mondom, csak biztos, ha... Izé, már 15 csavart nem húztam meg, ugye? Jól gondolom. Ide is kell kipufogó töbítés, vagy valami egyébként, amikor rendesen szerelsz autót. Kipufogó töbítés, meg a tököm tudja, mire amikor... Olyan legyek repkednek ki, gyerekek, hogy külön izéje van, berepülő pilótájuk van a legyeknek. Szerintem. Mi ez? Olyan, mint hogyha ilyen... Sötétebb lenne, nem? Mi a tököm? Izé, kikapcsolják az államot, vagy mi van? Paks lemerül. Hú, ez aztán megijedtem ettől a mozdulattól. Ott alul nincs izé, csever. Itt volt csever. Itt van csever. Középen nincs alul csavar, nem hiszem el. A leömlő, a leömlő. A kipufogó leömlő. Az nincsen. Ezen nincs alul izé, csavarja annak. Csak felül egy. Az azért érdekes megoldás, nem? Nem tudom, hogy ez így működne. Nem fújna el ki a kipufi. Gyerekek izé nélkül, cső nélkül lehet veretni, azt ilyen extrém hangja lenne. Hát én úgy fogom veretni, hogy nyitott rendszer kell alá. Fékcsövek? Jó, itt van a! Hát ez olyan! Ez ugye kék, jó, hát ez akkor adja, hát akkor tudjunk mindent is.
Ott van az izé, légszűrőház, azt nem is láttam. Van itt minden gyerekek, ha összerakjuk ezt a botrot, minden segítség nyékűny. Így belerobom messziről, belevágom, azt Isten áldjon. Jó, szomjúsak vagyunk meg minden, tudom már, nincsen gond. Ezt gondoltam, hogy ugyanaz a csavar. Az már karburátor, gyerekeket, ez az izéli majd. Eszi az üzemanyagot, mint az Isten nyila. Főleg ilyen jó kopott rozsdás motor. Ja, a motort egyébként, új, ezt el kell mesélnem, de biztos meséltem, régebben emlékeztek, lehet, hogy volt egy Honda Dio-m. Mármint, hogy emlékeztek rá, régebben volt, nem kell, nem az... Nem az, hogy az lehet, hogy volt-e Honda Dio-m, hanem, hogy lehet, hogy emlékeztek rá. A... Na hát ez nagyon epic volt. Mert konkrét, hát nézzük itt is. Abban ugye dugattyút cseréltem meg mindent, meg aztán vágjátok, hogy a robogókat azért nem olyan egyszerű kivenni a motort, mert ugye ott van az a felső rész, ami ugye, vagy hogy van, na, hogy mondjam. Van a hátsó kerék, és ugye arra van a motor konkrétan rábigyeztve, és ugye a, nem a, nem a, a hátsó lengőkarra van. És akkor ugye szét kell bontanod mindent, fú, nem egyszerű ugye, minden útban van, mindent le kell bontanod. Na hát az történt, hogy szétszedtem az egész motort, kivettem a dugattyút, új dugattyút kapott, kivettem a csapszelki, tudjátok ott egy kicsit körülményesebb összerakni, szétszedni, új gyűrűket kapott, minden, összeraktam a motort, minden csapszegbe, minden tököm, ugye a hajtókar meg a dugattyúhoz a csapszeg, arra gondolok, összerakom kompletre a motort, leveszem a standerről, be akarom rúgni, mondom, megnézem, valahogy oda tévedtem még az asztalhoz, és volt egy nagy fehér ruha, ugye azon voltak az alkatrészek, és nem volt már semmi rajt, hanem ott volt valami, nem tudom, egy centi, vagy valami, az volt, azt fölveszem, és a csapszegnek az égergyűrűje, amit ugye be kell pattintanod, hogy ne essen ki a csapszeg a dugattyúból, meg a hajtókarból, ott volt az asztalon. A leg és legbelsőbb alkatrész az egész rohadt motorba, egy ilyen pici, kis körömnyi alkatrész, ott volt az asztal. Gyerekek! Én komolyan mondom, ott majdnem erre ittam magam. Hát az egész rohadt motort szét kellett szednem, dirib darabra megint, de ugyanúgy, és megint ugyanúgy összerakni. Hallod? Azt el nem tudjátok képzelni azt a kint, komolyan. Azt nem, egyszerűen nem tudjátok elképzelni, hogy a semmiért mennyit kell küzdeni. Na, a györtyákat be kellene hozni, nem? Meg kell fordítani, alakul ez a motri. Mit hagyok ki? Biztos már rögtök rajt. Én ilyen nagyon buzgó vagyok, meg nagyon büszke vagyok magamra. Azt közben. Remélem vettem gyertyát, nem egy darabban. Aj, de jó, hogy izé van korom sötét. Hú, vannak a gyertyák? Ez izzó. Hú, baze. Hú, vannak, valahol voltak. Gyújtó gyertya doboz. Jaj, de jó. Remélem egy van benne, meg akkor megőrülök. Hogy kell kibontani? Nem tudom így. Nem, jó van. Dobja le. Egy darab gyújtógyertya, tessék. Hozzás, hogy gyulok többhöz, hallod? Lik, bele. Mindjárt mondom a kucsot csak, kiveszem, berakom akkor már minden. Lenne be a három, mi? Szóval ide szívrohamot kapnék, gyerekek. Ha mondtátok ezt, hogy jó távolról fogja meg az alkatrészeket, akkor úgy könnyebben így megfogod jó messziről, és akkor sokkal, sokkal... Ja, bedobom a motorba, bazze, hogy beesik valahol. Tudom, nem tudom bedobni, csak érted, milyen, mekkora flash lenne, hogy így szét kell szedni a motort. Na meg az a legnagyobb buli, amikor beállítasz valamit a motorba, csavard vagy valamit, azt izéhez küzdhetsz vele. És ilyenkor mi történik? Mi folyik így gyöngyösen? Ez hogy kell? Bazza, ez a gyertyakulcs, nem? Vagy mi a tököm van? Ja, hogy ezt nem mutassa? No, hogy arra sem nem etett meg. Az a menőket, ne szórakozzál! Nyíp, hogy nyimelj! Ízé, bazz meg! Alulvezére, nem felülvezére át motor. Nyomorúdas! Csöcs tesz! Hol élünk, bazze? Hol élünk? Na nézzük végig, hogy mikor kéne egy olajszűrő. Olajszűrő, hova tökönbe mész?
Nem oda akartam, de jó lesz itt is. Jó, várj, az olajszűrőt azt... Ha azt mondom, azt kézzel kell vetek erre? Hogy van ilyen fogó, ha nincsen, jó van. Vízpumpa tartja, itt a vízpumpa, de van ott, láttam. Szerintem ez a háza lesz a vízpumpának. Velérre is takaróburkolat, akkor hülye voltál, Keeper. Jó, ez nem is körre, minek az? Na, vízpumpa, de várjál, víz... Pompa, vízpompa. Nem tudom, ki szokta azt mondani, hogy vízpompa. Unna van a vezérlésünk. Egyébként bocsássatok meg, de ilyen nyomorúdas motorban nem vagyok otthon. Életemben nem láttam ilyet. Hát nem innen vagyunk, az biztos. Az mi a pöcsöm? Az, ja, az egy izé, ez egy csatlakozó víz. Vízcső csatlakozó. Remélem láttok, mert ezelőtt írtátok, hogy jó lenne nappa szerelni, mert nem igen láttok semmit sem. Szerintem valahol ide menne a vízpompa. De lehet, hogy hülye kép. Nem ide megy? Hát de ide kéne menni, nem? Most hülye vagyok? Hát innen van a vezérlés, mert a másik oldalon van a sebességváltó. De miért nem megy fel a vízpompa? Valamit elcsesző, Keeper. Vagy ezt a gyertyás dobozt, ezt szeretjük innen itt. Ott a légszűrőház, jó van. Nézzük, mi van még. Önindító. Ja, nem önindító, generátor. Önindító az agyat, leszettokja az. Önindító, elkezdi. Önindító! Hogy megörült neki a hülye? Oké, az valahol majd a váltóra kéne, szerintem, jobb esetben. Az meg szerintem a kaszniba magába. Na nézzük itt a váltót, ugye? Ezt is még össze kell makolnom, mókolnom. De ezt várjál, átforgassuk. Erre megy, majd az önindító valahova talán, ne? Aztán nem mondom meg, hogy hova. Váltót meg abszolút meg nem szedtem szét. Mik vannak itten csoda dolgok? Akkumulátor. Akkumulátor. Mi ez? Ellenőrző felé. Na, ez az Isten tudja, hogy ez mi. Ja, ez mi ez? Gyárekők, ez mi a tököm? Valaki mondja, hogy üzemanyag szűrő. Való, jaj. Hát már rendesen izé... Agyhúgykövet kapok ettől sok alkatrészt. Ez mi? Motorlemez. Na! Ez megint hova tökönbe megy? Mi az a motorlemez? Ez valami a váltó meg a izé közé megy. Fogadni mernék, meg a motorok közé, motorok közé. Nézem, mi a tökömök vannak. Na, ez kellett. Gyújtás elosztó, ez valahol bele kéne szúrni a motorba, elvileg ezeknél úgy működik, ugye? Ezeknél nem a izén van. Éha, közben meg valamit tekerek. De jó, hogy... Ó, te fiú. Azért az jó, hogy így forgatod, aztán közben meg tekered. Szerintem egyébként a izét tekertem. Ezt. Mert azt lehetett kézzele. Elvileg ez a gyújtás elosztó az ilyen motoroknál az valahol benne van. Van megint valamit. Valamit mozgat, hogy ez nagyon jó lesz, nem? Nem lehetne, hogy ezt nem mozgatja a dolgokat benne? És el vagyok veszve. Ó, jaj, de jó, hogy tekered megint. Hova megy a gyújtás elosztó? Esküszöm, mintha látta volna helyét. Ode! Már meg is van. Már meg is van a helye a gyújtás elosztónak. Csak ez a motor nem jól van. Jó, sikerült. Így akartam. Oda megy, ott telik. Nézd meg. Figyeld meg, hogy oda megy a gyújtás elosztó. Hát én majdnem beletaláltam. Oda ment. Hát a Keeper kitalálta. Oda, ugye? Nem voltunk olyan hülyék. Ó, bazze, olyan szomjas vagyok, mindjárt izé szomjan döglök. Olyan sötét van, hogy azt a rohadt életben, azért ezzel valamit lehet, hogy kéne kezdeni, nem? Jaj, gyerekek, várjál már. Hát ez meg... Nem látok kettőig. Hú, hol a traktor? Fogok gyújtani a villany benne. Itt van az ajtó, vagy nincs? Hú, van a világítás. Hú, ezt még jó, hogy megtaláltam, nem?
Na, mennyi idő van? Ja, azt beszéltük, hogy majd csücsikálunk egyet, hogy nappal meg elugrunk motorral. De képzeljétek, arra megyünk, amerre még nem mentünk, másik irányba. Hol van egy izé, hol van egy víz? Ja, vizet akartam. Hátra kell izé menni, mikor lehajolsz, mert bevered a credence-be a fejedet. Credence. A credence-be. Ez tök jó, mert falak nem léteznek ennek a lámpának. Az árnyékot ebben a játékban egy felejtsd el, az nem létezik. Oké, ittunk egyet. Jó van, és tekiállunk szörölni. Ez biztos, hogy kicsi kulcs lesz. Kicsi-picsi kulcs. Majd írjatok, gyerekek, mit tekertem ki, meg mi nincs, mitől fogunk fölrobbanni. Mert tuti fel fogunk robbanni az első úton, nem? Ez olyan rage game lesz, tuti, hogy ez valami baj lesz ez a kotlával, mi? Ez meg melyik kulcs, melyik kulcs? Ettől különben, ettől kapok izét. Agyvérzést, basszus, hogy a kulcsos... Vizitündér. Pofáját azt már, hogy melyik kulcs az. Mivel? Vagy az csavarhúzó? Vagy úgy néz ki, bassze, komolyan mondom. Ha megvadulok, fogadjunk, csavarhúzó lesz. Hát hogy ne? Ízéve jó, hogy nem, bazze. Facsavarra van, lemezcsavarra van az bebigyezve. Egy darab csavar, komolyan? De jó. Egy darab csavarra bele van oda, egy lemezcsavarra. Ízéve fiók fogantyúnak a... Na miért csak három gyertya van? Ja, mert ott van mögötte. Az igen, az ki van találva, gyerek. Most ez komolyan? Ki sem tudom venni, de lehet, hogy ki tudom. Jó, van, azt hittem szét kell szedni a fél motort. Na! Oké, gyerekek, ezzel is megvagyunk. Az ízpumpát nem vágom, miért nem tudtam fölrakni. Meg kell nézni itt a dolgokat. Hát ez biztos nem az még. Hát az még kijebb jönne. Una vízpumpánk. Pompa. Hát azt nem értem, hogy miért nem rakja föl a vízpumpát. Jó, elég ökör vagyok, tudom, bocsánat. Hát ilyen. Így vagyok. Ide köl a vízpumpát, mond tuti, bazze. Hát ne szórakozzál velem, Sanyi. De mindjárt ráhúzom azokra a csavarok. Ott van három csavar. Hum vannak a csavarok ellen? Likak. Na tudja, hogy ide kell a vízpumpát. Ezt őrítsen meg. Mi hiányzik? Mi nem tetszik neki? Há? Miért nem megy fel a vízpumpa erre a kotlára? Mit hagyok ki? Majd megvadulok. Bütykös tengely. Vagy lehet, hogy valami nem tetszik neki, nincs fönn a izé. Főtengely szíjtárcsa, bütykös tengely fogaskerék. Ezeket föl kell szórnom, mert lehet, hogy van sorrendje, mi? Na, hát ezt megint nem akar fölvenni. Jó, pedig ennek is ide kéne... Azért. Akkora csavar van a végén, gyerekek. Júj, meg a főtengelyen tudjátok, mivel szívtam nagyon? A főtengelyen lévő... Ugye egy darab csavar, ami fogja a vezérlésnek a tárcsáját, azt, amire leműtöttem. Fú, mert ott is úgy volt, hogy nem tudtam addig ugye, pont így volt, hogy nem tudtam addig leszedni a izét, vezérlést, ugye azt is le kellett szednem ezt. Hát az feladta a leckét. Az bazd meg. Meg ráadásul ugye meg kell akasztani a motorblokkot. Hogy akasztod meg a motort? Mert ugye hiába tekered ezt a főtengelyen, van egy csavar a végén. Hogy tekered? Hát azt eltekered a motort magát. Azt is utána olvasni, hogy van a váltó alján egy pici rés, amiben pont be tudod dugni a csavarhúzót, és azt ott kiékeled, és ott meg tudod akasztani az egész röncört. Figyelj, át tudod forgatni, de jó. Ja. Úgyhogy azzal is izé voltam szívás, bivás. Jó, itt meg izé... Ez mi? Lentkelék. Főtengely szűrítása, fogadjunk, így fog összejönni. Hogy? Ezt is fel kell raknom. És a vízpumpa az meg minek mi? A vízpumpát nem értem, miért nem rakom fel. Most akkor komolyan mondom, az meg vagyok őrülve. Hát ezt nem értem azzal. Ezt nem tudom fölfogni. Na, ezt is föl kéne, be kéne, ki kéne csavarozni, ez meg egy... Nem ugyanaz?
Nehogy jól érezd magad. Figyelj, de most ránézésre ez a csomag pontosan ugyanaz a skinje, meg a modellje, mint az. Még a mintája is, figyeled? És nem ugyanakkora. Mert nehogy jól érezd magad, cserégesd. Azt a mekkora hosszú csavar fel. Te ezt másik oldalon meg rá kell hajtani. Kalapáccsal. Okidoki. Jó, eddig jó vagyunk. Még most sem mész fel vízpumpa? Biztos nagyon rögtök, hogy mi rossz helyre erőltetem. De hát nem, hát. Vagy az a burkolat alá megy, vagy hogy van itt, hogy van előadva? Tudtébe az, ez ide kell. Jaj, nem mondod, hogy ezt akkor. Á, most kezdtem, mert tudom, már rájöttem. De nem. Ez nagyon is így megy, gyerekek, figyeld! Ez így megy. Jaj, ez alá kellett volna, hát ez ide megy. És onnan megy a vízpumpa. Jó van, akkor elcseszted, most szedheted le az összes kettőkereket. Ez ide megy, figyeld! Testvérem az úrba. Ez pont, még ráadásul jól is fogom. Így. Így van alatta. Így. Így van alatta. Így, így. Hát ez máshol nem nagyon fog pattanni, de az biztos. Jó, akkor ki kell hajtani a kerekeket, csavarokat. Nem baj. Ennyi baj legyen, gyerekek. Ne kelljen szétszedni az egész. Ezt most hogy szerem ki? Várjál. Jó, hát ez lepattant onnan. Jó van. Még ez meg viszont nagyobb volt, ugye? Még egy nagyobb. Nem, kisebb volt. Ahol hát, hogy meg vagyunk. És ugye úgy tudod levenni, hogy jobb gomba. Fogaskerék. És akkor innen el kell dobni. És ez jön ide. Ez fogja jönni. Vagy nem? Most megint megszivatom. De! De De nem, bazz. Jó. Hülye vagy képer, komolyan mondom. Ez eddig jó. Csak ennek meg alatta kéne lennie. És aztán is nem engedi alárakni. Aha. Jó van, sorrend nem stimmelnek a dolgok, gyerekek. Ezt le kell pattintani. Ezt is le kell pattintani. Ezt rá kell rakni. Úgy. Jó, semmi, no probléma, ne aggódjatok, minden oké lesz, örülünk. Örülünk, Vincent, örülünk. Ez mehet. Ugye, más nincsen oda. Szerintem nincs. Fogaskerék, mi a tökömet fogaskerekezik ez itt? És azt nézem, ez a fogaskerék mivel fel összekapcsolódva? Hát, hogy a szeme álljon meg annak, aki ezt kitalálta. Komolyan mondom. Ez miatt? Ez mi volt? Kinyomó szerkezet, mert ez biztos nem kell. Kuplung tárcsa, jó? Ez meg... Iha. El ne veszíts be az a keeper, mert megdöglünk. Ez mi? Lentkerék. Ez a tufelük el, ugye? Ez túlfelük el majd. Az itt már van minden is. Kuplung tárcsa, ugye? Kuplung nyomólap. Ezt itt bele is lehet rakni, lol. Kuplung fedlap. Ez minden túlfelül kell, ugye? Jól értelmezzük. Várjál már? Vezérmű lánc. Vezérmű lánc. Ez egy láncos motor. Basszus. Mikre jövök rá? Hát akkor ezt ide kell pattintani. Jó. És azért van fedele. Ja, hát nem kell felmenni a vezérlésnek. Hát akkor ez úgy működik. Jó. És ez akkor mi? Ez érdekes. Akkor ez úgy működik, ugye, hogy a főtengely hajtja itt a vezérműtengelyt. A bütykös tengelyt. Ugye a rudak mozgatják a szelephimbákat. Azok mozgatják a szelepeket. Oké. Ez nekünk nagyon jó, nem kell összejelölni, vagy mi? Mert ugye lehetett forgatni, basszus, nehogy az legyen. És ugye a vízpumpát, az viszont külön forgatja egy külön szíjéig. Nem a vezérlésen van a vízpumpa. Pedig ugye általában, most nekem például, amit szeretem, az a vezérlés nem volt a vízpumpa is. Nagyon érdekes. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog.
Tök jó. Jó megoldás. Most akkor viszont jöhet a izé, fölél, most már tényleg. Eddig oké vagyunk, a csavarokat be kell hajtani millió darabot, mert nehogy izé legyen. Szíje hújjon. És még mindig izé morrowindes hangunk van. Fogtátok a fejeteket, hogy nem fogok rájönni, de rájött a keeper, mi? Rájött, ne viccelj. Ó, és megvannak a csavarjaink. És oda megy a vízpumpa, és akkor igen. És akkor ez így úgy van, hogy egy külön szíj hajtja a vízpumpát. Ugye a generátort szokta egy külön... Hol van a generátor? És a generátort... Mi az a tököm hajtja? Azt meg... Azt sem a vezérlés. Jó, akkor valószínű, hogy egy szíjon lesz valahol a generátor. Ott van a... Van egy kiálló csavarunk, gyerekek, a izébe. Látjátok? Az olajteknyőbe. Ez jó, azért mondjuk. Ott áll ki. Az mi ekkora izé volt? Mekkora csavi nincsi? Ez se volt nagy. Ez nem baráti, hogy az ott kiáll. Nem vagyok vele kibékülve. Ó, még jó, hogy észrevettük. Valamit tudtok, akkor szóljatok ám. Addig nem is rakjuk be a motort, vagy nem tudom, mert akkor inkább szóljatok. Szóljál. Na és figyeld meg, most bele tudjuk dobni. Azt nézem, nincs, nem elhagytam ki valamit. Szerintem nem. Figyeld, most úgy pattanik a vízpumpa helyére, csak úgy zuhanik, tessék. Erről van szó, gyerekek, erről van szó. És ez pont az a kulcs, és még mázlink is van. A motort összedobja a keeper, mint az őrület. Az első kanyar után felrobban, és jöhet a... mondjatok egy jó rímet erre. Jöhet a... Nem tudok rá rímet. Az őrületre nincs rím, amelyik ide kontextusba illene. És jöhet a szítárcsa erre, ugye itt volt nekünk egy olyan szítárcsánk. Ez a csoda dolog jön oda. És ez fogja. Ez meg jöhet ide. És ez a kettőre megy egy szíj, csak nem tudom. Lehet, hogy azt vettük. Volt egy szíj, amit vettünk. Gyerekek, komolyan mondom, kezdem így megélvezni a dolgot. Ilyen nagyon... Nem hittétek, hogy ilyen flottul megy, mi? Nem, ugye? Főleg úgy, hogy tényleg... Úgy imádom, hogyha... Gondolkoztam rajta, hogy csalok és nézek róla a tutoriált. Csak akkor meg olyan, nem tudom, akkor csak ilyen monotonon rakom össze a tutoriál segítségével, nem? Itt sokkal érdekesebb, hogy rá kell jönni, mert ez egy játék. Nem a végeredmény, egy játékban nagyon sokszor, sőt, egy játékban nem a végeredmény a lényeg, hanem az, hogy a folyamat, ahogy játszol, az jó, szerintem. Mert hogyha most a végeredmény, akkor ennyire lecsitelek egy olyan kocsit, és kész. Nem? Nem, az a lényeg, hogy rájössz, összerakod, tök jó. Mit akartam? Igen, valahol volt egy szíj. Valahol vettünk mi egy ilyen szíjat. De hova raktuk? Ott van-e? Figyelet. Csak le kell érte feküdni a földre, bazza, mert olyan alacsonyan van, hogy az őrület. Na, generátor szíj, és ez lesz, és akkor még a generátort ebbe bele kellene foglalni. Huna generátorunk, valahol már ide készítette a keeper. Ez az oldalára megy a blokknak, valahol valami feszítővel. Úgyhogy megkeressük a helyét. Hát ugye? Valószínűleg, hogy ide megy. Szerintem. Ó, hát sajti! Nagyon jó! Attól félek, hogy ezt nem kellett volna ráállítani ezért a vezérlést. Akkor már egy kicsit szét fogja verni magát a motor, hogyha ezt nem tettem meg. De hát... Mit nekünk? Zordon Kárpátoknak. Hegyvidékes tája. Biztos, hogy rosszul idézek, és ebben biztos valaki irodán már bele fog kötni, hogy gépőrrel. Nem így van ez a mondóka. Ez a vers. Jó, de nagyon nem szabad ezzel ott megfognom, mert mutatta, je. Az rendes csavar lesz, láttátok? Az ilyen. De ezt a rohadt csavart, már hagyd csavarjon be valamivel. Hát ettől megvadul a keeper. Ó, te. Nem is hasonlít, már...
Ezt nem tudom, miért nem csinálta meg normálisan. Annyira részletesen megcsinálta a csavarokat. Miért nem csinálta meg jól? Várjál, először rá kéne rakni a üzét a szíjat, nem? És utána húzod meg, mert ugye meg kell feszíteni. Bárhogy nem hinném, hogy annyira így részletesen meg van csinálva. Ki kell bontani, vagy valami? Lehet, hogy nem, ugye? Nem. Generátor szíjat szeretném földurrantani ide. Nem annyira akarja ő, hogy feldurrancsam. Ugye, mert akkor ezt a hármat így összefogná. Hopp! Hoppá, hoppá! És most autentikusan meghúzzuk. Mondjuk meg van húzva, ugye? Megyük úgy. Gyerekek, hát nagyon cool a Verda. Oda nézzé, hát micsoda, micsoda, micsoda gyerekek, micsoda. Oké. Okay. Oda nézzé. A komplet blokk, gyerekek, mi hiányzik róla? A gyújtás elosztott meg a kábeleket bekábelezzem, ilyenkor kell? Nem hiszem, mert a generátor szerintem a gyújtótrafó az szerintem a kocsi oldalára lesz, úgyhogy ez szerintem utólagos. A váltót azzal nem tudom, hogy mit kell, hogy azt itt kell rábigyeszteni, vagy nem hiszem, hogy itt kell, hanem azt valahogy alul kellene megoldani, nem? Mert most én ezt így felbigyeztem rá azt a böszme nagy váltót. Hol van a böszme nagy váltónk? Ezt akkor nem fogom tudni berakni az időbe, kocsiba. Mert ugye ezt még így ide cseszed, nem így, hanem fordítva, ugye alá megy. Összerakjam a váltóval? Alá forgassam. Szerintem gondolkodik a keeper, mert ugye így. És ez úgy van, hogy ugye ez... Ahogy de nem akartalak fölrakni, hát még egy csomó dolog hiányzik, testvérem. Na így megy föl. Viszont még itt kellenének dolgok. Ugye kuplunk, meg mindenféle csuda dolog. De szerintem ezt nem kell rárakni. Rá kell? Egybe minden? Megy minden izé? Visz mindent, mint a piros hetes egybe. Na akkor. Ojje, ojje, ojje. Ezt mondjuk, hogy ezt nem jól csinálom. Először kell. Szerintem a lentkerék. Hol a lentkerékem? Lentkerék. Én szerintem ez kell először. Ugye, hát, ne vicceljetek. Még jó, hogy tényleg múltkor Matiz szereltem darabokra. Jó, mondjuk a váltót ezt nem bántottam. De hát mondjuk valamennyire alap szerintem egy férfinek, hogy szét tud szedni egy motort. Alap a francokat. De én meg nagyon élvezem, úgyhogy olyan garázs részek lesznek, úgyhogy biztos, hogy lesz majd szerelés. Gyerekek, hány óra lehet? Egész éjjel szerelők, nagyon kemény. De egyébként imádom, nagyon jó. Kéne pihenni meg minden, mert hajnalra kiugrom az ágyból. A barátom már vár rám. Gyerekek, a motri, jó, figyeljetek, kéne egyet enni, inni, aludni, ilyesmi. Sanyi, nem, mi volt ez? Nyikorgott a Sándorom. Enni, inni, aludni. Volt egy egyszer nyaraltam igalba ilyen németeknél. Stressz, vizelet, fáradtság, azt a betyá, minden is van. Akkor gyújtsunk a bagarettára. Tudjátok, a szokásos. Fürdi-bürdi. Meg a pi. P. Egyszerre minden. Ja. És volt egy Henny nevű csávó. És ő három magyar szót tudott kb. Enni, inni, meg B betűvel kezdődik, és nem akarom mondani, hogy mi a vég. És nagyon... Sni. B és B betűvel kezdődik. Ezeket tudta, ezeket három szót. Igen, komolyan. Mert ilyen... Jaj, rokonoknál voltunk, és ilyen... A németek is voltak rokonunk, és meg németek, és akkor a németek is rokonok voltak, csak valami mit tudom én, hogy voltak. Fogalmam sincs már egyébként. Aztán, jó, hát ez ilyen volt, gyerekek. Na, figyeljetek, én nem merem eldobni még a csikkecseit, mert nem fölgyújtom a keckót. Kéne egyet csucsintani, aludni, azt megyünk motorra, mint a villám, jó, gyerekek? Na most már tényleg legközelebb gangszát kell hallgatni, meg
Az a baj, hogy ugye tényleg gongszta, képzel, jaj, majdnem ezt, mit csinálok a WC-be? Mit csináltam a WC-be? Gongszta azért jó, mert ezek a régi keleti oldal, nyugati oldal, meg a többi zenéi, képzeljétek, azok nem copyrightosak. Nem kapsz rá claimet. Úgyhogy ezt így élem. Jó, várjatok, viszont hol ég a villany? Valahol égett a villany. Ja, ott ég a villany. Mennyi idő van? Meddig aludtunk? Mi azért tudjuk, hogy bót be kell menni. Hány óra? Na, hüha! Most már délután 2 van? Hát arra sem nem ette meg ezt a játékot, komolyan mondom. Hogy lefekszel be azzal, valamikor alszik 2 órádra, amikor délután 2. Na mindegy, megoldjuk, nem baj, elmegyünk, akkor is elmegyek. Nem érdek. Stílfűrész hang! Stílfűrész hang! Meg kell keresni. Nem ám, jó vagy gyerekek. Hú, basszus, tudjátok mit felejtettem-e? Na megvan, hogy mit fogunk csinálni. Állj, már megint egy csomó mindent csinálunk. Utálni fogtok. Ezt a inventory-be bedobtuk, nincs más az inventory-be. Ne legyen semmi, hogy kilépünk, mert akkor vége a bulinánk. Ezt ugye tudjátok ti is. Csavarhúzót hozzád már. Hozzád a csavarhúzót testvérem, mert köl. Kiberheljük az automatából a pénzt. Nem tudom, mikor zár a bolt. Az a baj, 2-kor azt hiszem, hogy már bezár a bolt. Nem hiszem el, hogy mindig ez történik. A játék engem meg akar ölni. Hogy azt az időt nem lehet kezelni ebbe a... Oda nézzi, testvérem, ne viccelj. Csörög a money, guruló dollárok. Az a baj, itt kattogatni kell. Figyelj, várjál, most két kézzel kattogatok. Nyom neki. A money, money, money. Jó, nem érdekel, elmegyek akkor is boltba. Nem érdekel, el kell menni a boltba. Figyeljetek, már mocorog a robogó, úgyhogy... Főleg egy olyan udvonalat akarok elmenni, amire még nem nagyon jártunk. Majd meglássátok, figyeljetek, olyan lesz. Szemetek megáll. Figyelj, mennyi pénz van. Ez random gyerekeket, hát azelőtt nem volt benne lótúró pénz se. És meg oda nem mennyi. Bocs, de itt kattogatnom kell. Nem lehet, F-fel próbáltam minden, de nem gyűn ki. Kell ráírni egy makrót, basszus, erre. Hú, te sanyi. Gazdagság volt. Gazdagság. Stílfűrészes ember, meg kell keresni. Basszus, mennyi pénz van ebben? Te hallod, ezt nem lehetne egyszerre kivenni, ezt, hogy itt kell piszterkálni, hallod? Csavar... Vagy lehet, hogy az a baj, hogy csavarhúzó van nálam? Ja. F. Kattintás. Nem, kattogatni kell, hát a szemünk álljon meg a készítőnek komolyan. Egyébként ez is egy trollkodás. Hogy nehogy jól érezd magad. Nem, mondjuk lehet, hogy ezt úgy gondolták, hogy ott csinálod, ugye, nem hozod haza, és akkor ott lehet, hogy ugye le tudsz bukni. És ugye azért kell gyorsan, ez egy ilyen kis mini játék, vagy minek nevezik, amikor ilyen... Tudod, hogy nyomja ilyen gombot, nyomja olyan gombot, hogy nem, quick time event? Az quick time event-szerű dolog, de hogy... Tudod, hányszor kell kattintani? Körülbelül 1000-szer. De viszont azért megéri, oda nem mennyi pénz. Hallod? Hú, meg kell nézni majd a képeslap, nem eljött, vagy valami büntetés biztos, hogy 70 dolcsi jön, mert itt rendetlenség van. Hát de basszus, én nem pakolok össze, meg azt sem tudom, mi számít a rendetlenségnek. Azért nincs olyan ordinári nagy rendetlenség, hogy nem tudom, mi történjen. Ja, mondtátok, robogóba megyek, és akkor hajóba beugratunk, és akkor robogót vissza tudom hozni, meg a hajót is, azt így, akkor minden nyerő. Hol van a izé? Benzines kannám. Basszus, nem hoztam én benzint? Basszus, ebben mennyi pénz van, hallod? Ez zsírgazdagok leszünk, ezt nem is értem. Ezelőtt ugye, mielőtt befélelteltünk, ugye szétcseszte a mentésem az a mód, akkor szerintem ilyen pár ezer volt be, 3000 vagy mennyi. És meg már lassan 8000. Ez tök random akkor. Na jó, elfogyott. 8000 körül volt be, 7000 valamennyi srácok. Azért az elég epik, nem? Ez brutál. Brutális! Hol a benzines kardám, gyerekek? Azt hova tökön beraktam. Abba ugye, nem tudom, hogy kell keveréket csinálni. Nem tudom, mennyi van a robogóban, de szerintem azért oda elérek.
Várj, ez hogy kell ebből keveréket csinálni? Mert azt is kéne csinálni. Benne, jó. Mert ugye hoztam direkt két tét. Két ütemű. Üzemanyag. De várj, ez csak olaj, nem? Vagy ez ilyen, hogy ez nem olaj, nem kell kevernem, hanem ezt így be tudom tölteni. Ja, hát ez így működik. Azt hittem be kell kevernem komolyan. Na mindjárt belerakom. Maximum ilyen nagyon dús keverék lesz, ez füstölünk mind az állat. Na nézzük. Ez hogy működik. Na hát ez meg rárakta. Jól van, sikerül! Ne ragd rá, bele akarom önteni bazzá. Ez nagyon nem akarja beleönteni. Hogy működik ez, gyerekek? Ez nincs olyan, hogy csavarás, meg ilyen hülyeségek. Na gyerekek, feljel lefelé. Úgy van. Ne ugyan menjenek ezen. Beledobom. Hát ezt most megint meg vagyok lőve, gyerekek. Hogy a tökönben van ez? Két ütem üzemanyag, de nem üzemanyag ez szerintem, hanem az két té olaj. Ez úgy működik, te kevered meg, nem a öreg anyád. Na jó, van, ezt megint nem tudom, hogy kell. Jó, hát talán eljutunk addig, de hát ez megint hogy van? Benzin, vizébe kell? Hol kell kevernem? Hát mindegy, nem, tényleg nem tudom, úgyhogy ez egy kicsit egy necces. Viszont elmegyünk a városba! Elmegyünk a városba! Na nézzé, mi ez? Benzincsap. Ez a nyitás, ugye? Készüljetek, mert olyan helyre megyünk, ahol még nem jártunk. Mert a standard föl kéne... Egyszer basszus, majdnem elestem emzébe, sőt, nagyon durva volt. Hát ez sikerült jó, megint megcsináltad képet. Jó, hátraülök ide a csomagtartóra, azt kikapom egy kerékre. Rúgjuk be! Hát ez lehet, hogy hangos lesz. Orrétani fogok egész végig. Hol a magnóm? Elraktam. Enter. Indulás. Hogy... Gyerekek, azt nem tökölünk ám. Olyanok leszünk, mint a... Simpsonosok a faluba, akik a vállukig döntik a Simpson. A kanyarba. Ez nagyon megy. Ez különben baró jó ez a... Ja, izének megyünk el! Ott volt valami a földön! Komolyan! Gyerekek, ott volt valami a földön. Amit elhagytam szerintem. Mert akkor eltűnne ugye, hogyha szemét. Volt valami a földön. Ott van-e? Hát mi a tök ez? Mert ki kéne rakni üresbe, akkor nem áll leám. Hát ez meg mi? Á, száll meg leám arról a motorról. Mi ez? Olajszűrő. Hát hogy a tökönbe? Hát honnan van itt egy olajszűrő? De, várj. Mit raktam én föl akkor? Hát voltak. Ez meg nem tudom, hogyan megy még mindig, amikor ejtőtankos. Még volt annyi a karbibomi. Azt a beteget is. Imádom. Valami idióta. Ezt lehet, hogy láttátok. Remélem, hogy... Mármint nem azt mondja, de nyugodtan lássátok, csak nem, remélem nem cseszi szét a felvételt. Hát ez meg... Föladta a leckét, gyerekek. Vagy föladta a harcot. Hát ez miért nem indult el? Na, azt akartam mondani, hogy... Nem tudom, hogy mit telepítettem. Azt hiszem, hogy basszus, azon gondolkodok, mit telepítettem? Valami kellett, valami program. Na, gondolkodok, hogy mit. És fölrak ilyen vírusírtót, érted, ami tök szar. Még nem volt időm levakarni, és tök nehéz lett törölni, mert nincs uninstallja, hanem egy másik program, a nagy nehezen le tudod szedni, tudod. Konkrétan a vírusírtó a legidegesítőbb dolga a világon. Mert amúgy ez a Windows Defender, ez tök jó elv van. Hanem vannak ilyen szarok, amik így... Mindegy. Jó. Küldjük neki, gyerekek! Remélem nem túl hangos, tényleg. Négybe megyünk, basszus. Körülbelül megyünk 90-et szerintem itt a főüres úton. Nagy kanyar van, akkor itt haltunk meg. Ja, milyen olajszűrőt raktam akkor föl? Azt nem tudom. Fékezni nem ártana.
Valahol stileznek, gyerekek, valahol stileznek. Valahol stilőnek. Hosszú vonacsinek. Ó. Gyerekek, jó, mert hol esik az eső, akkor is olyan gyorsan megyünk, hogy csak a sárvérőd veri a víz. Oda esik az eső, na. Tegyünk vissza kettőbe, vissza kettő. Hoppa, hoppa. Ledöntöttük válig. Elvileg erre van. Na nem erre van, basszus. Á meg, elnéztem. Kapassuk föl, vissza. Nem, valami nem jó az FPS-sel, mert nem kell 90-nek lenni egyébként. Szerintem vészik be van kapcsolva, akkor nem 60-nak kéne lenni? Most én vagyok a hülye. Én mi? Nem itt kell volna elfordulni. Tanulmányoztam a térképet. Térkép most fönn van, de nem akarom használni. Ugye? Backpack módon kívül nem használunk semmit. Szomjas vagyok, nem hoztam italt. Ó, te jó. Megburgalom, gyerekek. Iszunk a kocsmába egy sört. Elvileg valahol itt megyünk-e jobbra, akkor lesz ugye a... Na jó, hát egy kicsit eldobtuk a motort. Na várja, nincs is semmi probléma, ezt így akartam. Én itt szoktam leszállni. Ha nagyon ledöntöd, akkor azért nem szeretnél. Ha legyen már egy jobb kanyar, vagy egy elemezó. Lehet, hogy négyben nem teszem fel itt azért a földes utat. Ez olyan, mint egy romett póri, engem arra emlékeztet. Mondjuk kormány egy kicsit ilyen babetta. Biztos valami kis Honda lehet, vagy nem tudom mi lehetett. Na, hol van ez a elágazó? Itt te! Itt leszünk a jóba. Itt szépen ledöntöm, érted? Híven. Na, gyerekek, küldjük neki itt. Elvileg jobbra szépen, hamar odaérünk a városba. Itt nagyon gyorsan el lehet jobbelni oda. Basszus! De esküszöm, még életű is, ahogy elcsúszol, nem? Annyira. Nem, le se fullad. Oda nézzé. Tegyük vissza egybe, most kiúzott a búgy. Szeme kifolyik ennek a motornak, figyeljétek. Üveghangig! Állítsuk be ezt a kúzot így. Ennyivel megyünk. 3. 4. Oda, üveg. Meg kell nézni, mennyi van a tankba. Hát lehet, hogy nem százzal kéne megnézni mi. Ű, gyerekek, ez nagyon megy. Meg kell nézni a külsőbe, de kicsit félek. Ja, hát nincs izé. Jó ez, gyerekek. Az rendesen... Basszus, az aszfalt rendesen mosódik, vagy nem tudom, ilyen fura. Jézus Isten! Hát én rendesen félek. A kilométer... Azt a betyár, gyerekek, hát hogy megyünk? Heffen? Szerintem ez egy 80, de ki van akadva? 80 plusz... Azt a betyár! Hát itt rendesen figyelj, itt elesel, öcsém! Pucolás lemegy az Orruk hegyéről, azt hiszem. Sisakot nem kell volna fölvennem? Ne, bazze, bó, sisak. Gyere! Lefelé lehet egy kicsit... Várjál! Aha! Nem kell neki nyomni, lefelé így szépen elgurul. Hú, csak nehogy szembe ide kapjak egy kamion. Na jó van, azt hiszem, hogy jók vagyunk így. Hát sokkal jobb, mint a földes út, mi? Nagyon nyerő. Nagyon élem, bírom ezt a motort. Ez jó. Csak hát ezzel olyan veszélybe vagy szerintem. Instant halál. Hú, hogy jönnek a csigok. Ding, 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 ding. Insta kill lenne, hogyha meghalná, vagy ezért elesnénk. Fognék egy fát.
Jó, tetszik. Nincs ráriónk alapból így. Tehát ez egy csomagtartó, nem lehet kötni majd. Ó, kanyar van. Le kell döntenem a izé. Majrécsikig. Hú, bazze. Rendesen félek kanyar. Ajaj, ajaj. Jó. Rendesen félek dönteni. Várjatok, hol kell elmennem? Miért így bolygok elég annyire? Bazza. Miért imbolyog ez a rohadt motor ennyire? Rendesen szédülök. Nem itt vagyunk. Motorbalesetben meghalt. Oh shit! Ne! A rádiómnak is befellegzett! Nem szabadott volna nálam lenni semminek. Mi volt nálam? Még egy olajszűrő. Hogy kell tovább menni? Mit kell nyomnom? Ó, oh, és rá is... Na. Hú, az a folytatás nem mi lesz, gyerekek? Sír, gyerekek, bajok vannak, köcsém. Na most aztán mi lesz? He. Fötalmadtunk harmadnapra az írások szerint. Ha gyerekek nem volt. Ne legalább az, hogy nyitva van a bót. Tessék, hány óra van? Fogalmat sincs. De azért egy kicsit etoknyúltam. A motor most ott van kint, mi? Ott maradt. Nincs messzi. Erre van valahol. El kell menni érte gyalog. Jaj, gyerekek. De most hiába cseszhetem, nincsen izé rádió. Ó, elveszett a rádió is. Busz, el kellett volna menni. Busz, busz. Fötámadta izé legalább a buszsofőr. Hány óra, remélem, hogy írva van legalább az a... Most aztán vehetek elevet, mi? Várjál, van egy ilyen bug, hogy izé. Hello, jó napot kívánok, elestem a motorommal. Ja. Cigim van, ilyenkor megmaradt? A cigi az megmaradt, jaj de jó. Hú, gyerekek, nem vagyok boldog. Hát most teszhetem az elememet, mi? Jó, nem lámpába veszünk. Mi volt ez ebbe? Mi volt ebbe 5300? Mi volt ebbe? Mi volt 3000? 3000? Gyerekek, 3000 pénzt vont le. What? Mi a... Mi történt, gyerekek? Miért vont le 3000 pénzt? Ott jön a busz. Meg tudom állítani? Hú, nem merem el, nem merek elé menni. Most egy cigire meg négy gyújtottuk rá. Hú, gyerek, állj meg, busz! Stoj! Fel akarok szállni. Jó, inkább hagyjuk, mi? Ó, sír gyerekeke! Van baj! El kell menni gyalog a izéért. Szajréért. Fú, de! Remélem meg lesz a rádió is ott, ugye? Mondjátok, hogy meg lesz a rádió. Ha nem, akkor valahogy visszaspawnoltatom, vagy valami cheatet ki kell találni. Hú, de most meg vagyok lőve, gyerekek. Fú, most figyeljetek, tudjátok mit? Szerintem itt a vége a bulinak. Hol vagyok egyáltalán? Meg vagyok teljesen zavarodva. Mentek egyet itt. Azt elmondjátok, hogy mi legyen a fáma, jó? A motor valahol itt van egyébként. Most nem akarom... Megnézzük a mapon. Ugye arra van, itt jöttünk volna be, majdnem ide értünk. Hát megnézem a mapon, jó? Hogy képbe legyünk. Hát nem ezzel a gombbal. Na. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Ott a motor nagyon messze. Hó, várjál, vagy viszont a busz el tudtunk volna menni. A busz meg, ott a busz áll meg. Ott megy a busz. Ha felszálltam volna időbe. Busz, 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 motor. Hát a busz megáll. Pont a busz megálló mögött idejöttünk, estünk pofára. Hát nincs is semmi baj. Ja, meg itt a izé, csónakkal oda tudnék menni. De miért menjek haza csónakkal? Busszal, az lesz gyerekek, megvárjuk, lehet, hogy gameplayen kívül megvárom busz, ne azt nézzétek végig, hogy itt meg vagyok bolondulva. Jó, hát de egyébként erre rájöttünk, biztos rájöttetek volna, ti írtátok volna, hogy busszal menjek. Csak kiporolja, hogy nem jön rá. Fú, hát ez egy kicsit meghaltunk. Mikor lesz táncest? Nincsen valami buli most? Ja, a buszt meg kell várni.
Melyik az a település? Várj, mikor vagy jön a busz? Ez elvileg... Porajervi, vagy... Rikopoa. Most ment el a busz, várja, álljál meg. Ki tudom számolni. Minden nélkül. Mindenféle trükk nélkül ki tudom számolni. Hello, haver. De miért, ez meg miért mond le 3000-re, ha izé 3000-re? Vagy mi? Miért? Mit? Miért? Betörtem az üveget az ér, vagy mi a tököm ér? Azt mondja, hogy olyan 6 órakor ment el a busz. Jó, ne hell el túl, de morges. 6 óra van. Én hülye vagyok, nem is akkor zárt a bolt, jó. 8 órakor zár a bolt. 8 órakor zár a bolt. Igen, igen, tudom, 8 órakor zár. 6 órakor, délután 6-kor ment el az a nyomi busz. Szerintem Porajevérbe vagyunk. A következő busz 21 óra 5-kor. Jó, nincs semmi gond. Mentek egyet, ez körülbelül annyi is lesz. Jön a busz, nem vagyunk a izébe, fölülünk rá. Vaja, mielőtt bezár ez tényleg, lehet, hogy veszek egy sört, nehogy szomja vagyok, meg ilyesmi. Meg kéne chips. Veszünk egy sört, meg veszünk egy chipset. Még egy chipset. Nehogy szomja, meg ilyen vagyunk, tudod. De hogy ez megint olyan horribilisod van le? 193, most jó. Hova tűnt? Miért vont le? Visszafrézem én is, mert fogalmam sincs. Hát nem tudom. Hát ezt nem akartam kibontani, ha mindegy. Legkül feküdnem a földre, hogy fölvegyem a chipset, öcsém. Nem tudom, milyen laggalétág vagyunk, hogy ez így működik. Jó, megvárjuk a buszt. Elmentem, gyerekek, itt folytatjuk, jó? Elmegyünk a buszra, én nekem az a trükk, vagy tippem. Azt mondjátok meg esetleg a rádió, hogyha az elveszett végleg, mert inventory-ba volt. Meg a mentés előtt is ki kell szórnom mindent. Jó, belebagyolódtam itt a dolgokba. Mert különben elveszik, tudod-e? Jó, oké. És akkor mentés. Na, szevasztok gyerekek, írjatok, hogy mit csináljak. Mi történik most? Nem adjuk fel, hát így hogyan adnák? Sziasztok!